Az első fél időben, leszámítva Strauss bődületes kapufáját, a játék és az idő olyan volt, mint a Fradi hármas számú játékosának a neve, Bús. A második fél idő esővel és újpesti lesgóllal kezdődött. Aztán a 15. percben jött az igazi, de az bombagól volt a javából. Kozmát dicséri. Így alakult ki a végeredmény, Újpesti Dózsa Ferencváros 1-0.